szerintem, és az utóbbi hetekben nem tudtunk 100%-os csapatot kiállítani, hiszen minden héten volt hiányzó, ez most sincsen másképp. A játékosoknak ez mekkora kihívás, illetve neked, mint vezetőedző, ez mennyire nehezíti meg a dolgodat? A játékosoknak is azt mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Nekik is minden héten más társa találja magát szembe, sokszor még szerkezeti módosítással is járt, tehát ez szó szerint ilyeneket eredményez, de ettől függetlenül, aki kifut a videóton ellen a pályára, az lesz az MTK, mindig is ezt mondom, és nekik meg kell mindent tenniük. Ha sok a, így mondom, a csapat körüli nehézség, akkor erre csak egyetlen egy válaszunk lehet, hogy a mentális bázisunkat sokkal magasabban tesszük, és ezt folyamatosan mondom, mert csak akkor tudunk célt elérni. A hétvégi mérkőzésnek nem mi leszünk az esélyesei, mégis mi kell ahhoz, hogy meglepjük a Vidit, és 3 ponttal távozzunk a stadionjukból? Hát ez így igaz, tehát nyilvánvalóan a két csapatnak a céljai is egészen mások, tehát papírforma szerint nem mi vagyunk az esélyesei, de egy mérkőzésen minden papírformát fel lehet borítani.